Elsőként azt szeretném elmondani, hogy az Alkotmánybíróság döntésének következtében lesz népszavazás az ősz folyamán a kényszer betelepítés ellen. Az Alkotmánybíróság döntésével tehát elhárult most már minden akadály a népszavazás megszervezése elől, és azt, hogy a népszavazás kiírásra kerülhessen. A népszavazás kiírására nyilván a törvényi határidők az irányadóak, az azt jelenti, hogy a köztársasági elnök úrnak van lehetősége 15 napon belül kiírni a népszavazást, a kiírástól számítottan 70 és 90. nap közé, tehát várhatóan a népszavazásra szeptember-október táján fog sor kerülni. A népszavazási kezdeményezést, a kúria döntését először, majd az Alkotmánybíróság döntését is a nagyon sajnálatos módon baloldali képviselők megtámadták, ugye, mint önök is emlékeznek rá, az egyik ilyen támadó Szanyi Tibor volt, aki kezdeményezte az Alkotmánybíróságnál a korábbi döntésnek a megváltoztatását. Ugyanilyen támadás volt alkotmányjogi panasz formájában Fodor Gábornak, a liberális párt vezetőjének a támadása is. Mostattól kezdve azonban az akadály elhárult, és mi arra szeretnénk kérni a magyar embereket, hogy mondjanak nemet Magyarországon a kényszer betelepítésre.